Sziasztok! Ma egy nagyon finom gyümölcsös piskotát fogunk csinálni, ezt bármilyen gyümölcsel meg el lehet készíteni, egyébként nagyon-nagyon egyszerű. Ha megcsináltok, mire jó? Én most egy ekkora tepsit fogok felhasználni, ugye ez ilyen kis picike, ez nagyon gyorsan nálunk elfogy, tehát ez nem 5 fő részére készült, hanem ez egy fél adag, csak egy másik fajta süteményt is fogok ma készíteni, mert vendégségbe megyünk, és azért gondoltam, hogy fél-fél adagot csinálok, és akkor az úgy elég lesz nekünk. De szerintem egyébként, hogyha egy nagyobb családotok van, ha ketten vagytok, ez elég, de hogyha többen, akkor ennek az adagnak a dupláját kell elkészíteni, amit most el fogok mondani. Tényleg nagyon-nagyon egyszerű összerakni. Első körben 4 tojásra van szükségünk, én már beleütöttem. Ebben van 2 egész tojás, és 2 tojásnak csak a sárgája. Ugye ezt fogjuk legelőször felverni. Amikor ugye felvertük a 4 tojást, tehát 2 egész tojás és 2 tojásnak a sárgáját, akkor utána ki kell mérnünk 150 g vajat. Ugye ez nagyjából annyi, mert ez egy fél, meg egy egész, ugye 100 g-os vaj. Van egy ilyen hiper-szuper kis mérlegem, azt most tettem egyébként. Most az outletben egy ilyen nagy leértékelés, 50%-os ilyen végkiárusítás volt, és a te fájnál, hogy kipróbáljuk. Ezt az új mérleget, van hozzá egy ilyen kis szuperkál is. Tehát ide rátesszük a poharat, ez ilyen kis szuper, látjátok? Megnyomjuk. Én is. És rögtön ugye nullát ér, tehát nullát ír ki. Én is akarom megnyomni. Bármilyen tálat ráteszel. Én is vajat. Nem, Kira. Miért? Azért, mert elállítódik a mérleg, vigyázz. Hát ez ugye 98 g-os, a 100 g-os vaj. Én nyomom. Egyébként érdekes, mert amúgy is 98 g-os volt ez a fajta. Tehát 100 g van rá. Jó, az 143, ehhez még kell egy kicsi. Na és akkor, amikor kimértük a 150 g vajat, akkor ezt megolvasztjuk a mikróban. Természetesen, aki nem szereti olvasztani, ne olvassza meg, tehát lehet ezt másképp is, ugye, hogy kicsit így felpuhul, és akkor ugye föl lehet verni, vagy fakadára vissza lehet törni. De én így jobban szeretem. Jó, következő, hogy 150 g cukrot teszünk a tojáshoz. Ezzel is összekeverjük. Akarom megnézni. Jó, amikor összekevertük a tojást a cukorral, akkor beletesszük ugye a 150 g olvasztott vajat. Innentől már fakanállal fogunk dolgozni. Vigyázzunk, hogy a vaj semmiképpen ne legyen meleg, hogy nehogy összeráncsa a tojást. Tehát, hogy forró ne legyen. A langyos az nem gond, csak forró ne legyen. És most ebbe bele fogjuk tenni egy citromnak a levét. Jó, azt ide beleöntjük. Ez egy közepes citrom volt egyébként. Óvatosak. Na, köszönöm. És egy citromnak a reszelt héja is kell bele, ugye ahogy én szoktam, ez a fagyasztott citrom. És akkor most ezzel is összekeverjük. Amikor ez megvan, akkor ehhez az egészhez hozzámérünk 150 g lisztet. Jó, és egy fél csomag sütőport teszünk még bele. Tulajdonképpen a tésztánkkal meg is vagyunk. Ha nagyon nagy volt a tojás, és nagyon nagy volt a citrom, akkor lehet, hogy egy kicsit ilyen nagyon leves lesz a maga a tészta, akkor tegyünk még hozzá egy pici lisztet. Mindjárt mutatom, hogy milyen állagának kell maradnia.
Jó, tehát ez az állaga. Hogy még folyik, de azért nem annyira. Jó, tehát marad a lapáton. Oké. Közben a sütőt előmelegítjük 180 fokra. És ugye a szokásos, ki kell vajazni a tepsit, illetve most ehhez most rámát fogok használni. És aztán kilisztezzük. Valaki búzadarát tesz bele, az is egy jó megoldás. Nyugodtan azt is lehet. Jó, és akkor most beleöntjük a tésztát. Amikor ugye beletettük a tésztát, utána jön a gyümölcs. Ebbe most rakhattok málnát, őszi barackot, medgyet, ribizlit, szedret, amit csak el tudtok képzelni, tehát bármilyen gyümölcsöt, almadarabokat. Tehát ugye ennek az a lényeg, hogy ez egy gyümölcsös piskó, tehát azt szórtok rá, amit szeretnétek. Illetve, hogyha gondoljátok, akkor csoki darabokat is jó közé szórni. Ilyen kis nagyon picire kell törni az, vagy az étcsokoládét, vagy a tejcsokoládét, vagy a fehéret, és akkor azokat így közé szórjátok a gyümölcsök közé. Én olyat is szoktam, múltkor úgy csináltam, de most csak sima gyümölcsöset fogok, mert amit viszünk vendégségben, a másik az csokis lesz, úgyhogy... Jó, hogyha... Azt kell tudni, hogy ha mondjuk fagyasztott dologgal, tehát bármilyen fagyasztott gyümölccsel dolgoztok, akkor érdemes előtte liszttel megszórni, hogy nehogy sok leve tereszten, és elázzon a piskótátok. Amikor készen vagyunk, akkor pedig 180 fokra, ugye a süteményt most betesszük a sütőbe 30 percre. Azért figyeljétek egy 20 perc után, nehogy az ne nagyon megsüljön, de elvileg 30 perc. Na, és akkor utána megnézzük, hogy milyen lett a süteményünk. Letelt a 30 perc, nézzük meg, hogy milyen lett. Nagyon szép barna lett a teteje, lehet látni, hogy elvált a faltól. Ugye az azt jelenti, hogy jó, és ugye nem maradt rajta a tészta, tehát készen van a süteményünk. Most ebben a fázisban még porcukrot kell rászórnunk. És tulajdonképpen készen is van a sütemény, lehet szelni. Remélem, hogy tetszett ez a recept is, és nagyon sokan meg fogjátok csinálni. Írjátok meg kommentben, hogy hogyan sikerült, illetve, hogy ha másfajta ilyen gyümölcsös piskótát csináltok, annak mindenképpen osztjátok meg a receptjét, és hogyha nagyon-nagyon különbözik, akkor majd azt is elkészítjük. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek a videót, lájkoljatok minket, iratkozzatok fel, és találkozunk egy következő videóban. Sziasztok!